A régmúlt számos alakjának nagyon fontos helyszíne volt a Lilium utca, és most is itt vagyunk ebben az utcában. Most kiről fogsz mesélni? Most Somlyó Zoltánról szeretnék egy picit megemlékezni. Egy olyan fantasztikus költőről, akinek a nevét azt hiszem, hogy sajnos viszonylag kevesen ismerik. Azt a megállapítást is talán kevesen, hogy azért a Ferencváros sok mindenről híres volt. Beszéltünk már a sétáink során ipartörténetről, élelmiszeriparról, sportról, olimpiai bajnokról, de azt hiszem, hogy arról még nem esett szó, hogy ezt a kerületet, ezt a városrészt költők, írók nagyon szerették. Nem csak látogatni, eltölteni itt egy-két órát mondjuk egy jó nevű kocsmában vagy étteremben, hanem itt is laktak. És ha nem is itt születtek, és ha nem is éltek nagyon sokáig esetleg itt a Ferencvárosban, de azokat az éveket nagyon intenzíven töltötték el, és ilyen személy volt Somlyó Zoltán is. És ezért gondoltam, hogy egy picit, néhány mondatot mindenképpen megér az ő munkássága. Mesélj először a gyermekkoráról. Nagyon érdekes gyermekkora volt. Az eleje az viszonylag könnyű volt, aztán a középiskolás tanulmányai táján már megnehezedett az élete, és tulajdonképpen a haláláig nagyon nehezen tudta fenntartani magát. Ő egy Zala megyei kis községben, Alsódomborúban született 1882-ben, és az édesapja ez egy jó nevű és jól menő kereskedő volt, aki nem nagyon nézte jó szemmel azt, hogy a fia a művészetek helyesebben a költészet iránt érdeklődik, és közölte is vele többször, hogy ő ezt nem fogja anyagilag támogatni, az ő létfenntartását, hogyha esetleg így dönt. Nem ismerte el a fiát, mint költő? Hát nem, bizonyára nem is akarta. Hát ő egy azt a szakmát szerette volna feltételezhetően a kezébe adni, amivel ő is rendelkezett, és amivel nagyon jól meg is tudott élni. Ez pedig egy ilyen úri passziónak, vagy különbségnek, butaságnak vélte, és ez többször is egyébként az fiatal éveiben ez a motivum ez visszajött, mert amikor ő már a gimnazistaként például Székesfehérváron járt középiskolába, jelentetett meg ilyen kisebb lapokban verseket, már akkor figyelmeztette erre a dologra, hogy ő nem nézi ezt jó szemmel, és aztán 1901-ben az érettségit követően ő, tehát Somlyó Zoltán Budapestre költözött, és hírlapíróként próbálta eltartani magát, ami nagyon nehezen ment, az akkori Magyar Nemzetnél kezdett el dolgozni, és 1902-ben már jelent meg verses kötete, ami hát felháborította az ő édesapját, és közölte vele, hogy akkor itt a dolog az ő részéről lezárul, ő nem fogja támogatni a fiát, hogyha ezt a pályát szeretné folytatni, és ez így is történt. Még 1903 és 1906 között katonai szolgálatot is teljesített, és utána még megpróbált az édesapjával dűlőre jutni, visszaköltözött hozzá, de tulajdonképpen elkergette őt az édesapja, és ismét Budapestre jött, ami egyébként hát szintén egy nagyon hektikus, nagyon zaklatott időszak volt a számára. Nehezen tudott elhelyezkedni, és hát a versírásban pedig nem lehetett megélni valóban. Annak idején egyébként a nagy költők sem abból éltek meg. Hát ők jó nevű hírlapírók voltak, és amellett jelentették meg saját maguk a költeményeiket egy-egy folyóiratban, vagy külön kötetben. Úgyhogy nem volt egy könnyű élete. Az emléktábláján azt a feliratot olvashatjuk, hogy az átkozott költő. Mégis miért nevezték őt így? A legsikeresebb verses kötete, amely 1911-ben jelent meg, ezt a címet viselte, az átkozott költő, és ez tulajdonképpen a művészeti, költészeti, szépírói társadalom érdeklődésének a közepére is repítette őt ez a kötet. Azokat az életéből szerzett tapasztalatokat dolgozta fel ezekben a munkákban, amiről az előbb beszéltem, tehát a mindennapi nehézségeket, a szerelmet, a nők iránt érzett csodálatát, nagyon könnyen esett egyébként szerelembe, amiből nagyon sokszor kellemetlensége is támadt, voltak becsületbeli ügyei, hát elcsábította
férjes asszonyokat csábított el, hogy így fejezzem ki magam. Több munkahelyéről azért kellett eljönnie újságok szerkesztőségéből, mert mondjuk a főszerkesztőnek a feleségét, vagy a feleségébe beleszeretett, hogy még finomabban fogalmazzak. Ez azt jelenti, hogy nem csak a hivatásában, hanem a magánéletében sem találta meg a boldogságot? Igen, azt hiszem, hogy rövid periódusoktól eltekintve, ilyen volt egyébként ez a 4-5 év, amit itt a Ferencvárosban eltöltött, valóban érvényes volt rá, az a tulajdonképpen megelőlegezte magának ezt a jelzőt, ezt az elátkozott jelzőt, nagyon nehezen tudott megélni, és aztán tulajdonképpen az 1920-as évektől haláláig, amely 1937-ben következett be, hát nem lehet jobban fogalmazni, nyomorogtak a családjával. A fia Somjó György, aki szintén neves kossuthdíjas költő volt, nemrég 2006-ban hunyt el, ő volt az egyetlen gyermeke, aki megérte a felnőtt kort, a harmadik házasságából született, egy balatonboglári bognármesternek a lányát vette el feleségül, és ebből a házasságból született György fia, de aztán például az utolsó felesége, vagy hát, hogy mondjam, a negyedik felesége, az Karinthy Frigyeséknek a konyhalánya volt. Halála után ezt írta róla Karinthy Frigyes: költő volt, csak költő, semmi több. Költő volt, valódi költő, nem kevesebb. Hát én azt gondolom, hogy ez mindent elmond az ő munkásságáról, illetve arról, hogy milyen ember lehetett. Se több, se kevesebb nem volt, mint egy valódi költő, aki ugyan világhírre nem tett szert, de nagyon-nagyon fontos az életműve a magyar irodalom történetben. Megújra Pest, a kupolás, a tornyos, az élvezőket csalfáringató, az illatos, a sminkes és a kormos, a szívek alatt lenge hintaló. Az olcsó percek és a drága órák városa éljen Budapest, hol oly békén megfér a könnyű lélek, és mostohája a lágy, buta test. E szép város még nem szült igaz költőt, s költőbül itt még nem lett gazdag úr. Itt pénz pörgeti meg az emberöltőt, itt nem kell rím, ha a rét tavaszul. Ide fiatal urak jönnek, halvány üres szívükkel, éhes vakmerőn, s könnyök csapásuk az életutalvány, mely pénzé érik a déli verőn.